Hajléktalanok iszogatnak a malomkert egyik játszótere mellett a padon. Amint észreveszik a stábunkat, sietve távoznak a helyszínről, csikkeket, szemetet és egy italos palackot hagyva maguk után, alig néhány méterre a gyerekektől. A környéken lakó anyukák elmondták, már jó ideje életvitelszerűen élnek itt ezek az emberek a hozzájuk csapódott kutyákkal, reggelre pedig gyakran minősíthetetlen állapotban hagyják a parkot és a játszótér berendezéseit. Körülbelül egy 5 nappal ezelőtt játszottunk a gyerekekkel, és a kisebbik fiam a mögöttünk lévő kis faházba bement játszani, és egy perc múlva úgy jött ki, hogy a kezén valamilyen ürülék volt. Mondanom sem kell, hogy azonnal rohantunk haza lefertőtleníteni. Más szülő a hajléktalanokat kísérő egyik kóbor kutyával került összetűzésbe. Jár velük egy kutyus is, aki sajnos nem arról híres, hogy szelíd lenne, és ez egy pár hete történt velem, megkergetett, pedig csak annyit tettem, hogy a gyereknek a labdájáért szaladtam, és még a játszótéren voltam. Tehát a szennyeződésen kívül ez még a másik fontos probléma. Ha a gyermek bármilyen ürülékkel találkozik, hasi panaszokra, hányingerre és hőemelkedésre kell odafigyelnie a szülőknek. Ha a tünetek jelentkeznek, érdemes minél hamarabb felkeresni a házi orvost. A legnagyobb problémát az jelenti, hogyha nehogy Isten a gyermek a szájába veszi a szennyezett kezét, ugyanis mind az emberi, mind az állati ürülékkel számos kórokozó, úgy mint vírusok, baktériumok, és akár még paraziták is ürülhetnek az emberi szervezetből, amiket a szájba juttatva a kisgyermek is ugyanúgy elkaphat. Nyíregyházán helyi rendelet nem szabályozza a közterületek életvitelszerű használatát. A parkok és a játszóterek rendjére a közterület felügyelet munkatársai figyelnek. A közös együttélés szabályai viszont előírják, hogyan kell viselkedni az utcán. Így például nem lehet közterületen alkoholt fogyasztani, a padokon feküdni, vagy esetleg feltett lábbal ülni a háttámlán. Nagyon sok olyan szabály van lefektetve, amely valamilyen módon sérti a közös együttélés szabályait. Ezekhez már szankciók is vannak rendelve. Aki ezeket megszegi, például közterület felügyelő helyszínen 50 000 forintig terjedő helyszínbírságra is sújthatja, vagy eljárás során akár 150 000 forintig terjedő bírságra is elsújtani egy ilyen szabályszegőt. A szennyezett játszóterekkel kapcsolatban kérdeztük a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-t is. Ők nem kívántak kameránk elé állni, közleményben válaszoltak kérdéseinkre. Azt írták, a játszóterek közterületek rendeltetésszerű használata esetén semmilyen közegészségügyi probléma nem merülhet fel, hiszen társaságunk minden évben elvégzi a homokozók közegészségügyi homokcseréjét. A játszóeszközöket lemossuk, a játszóhelyek takarítását, ellenőrzését pedig rendszeresen végzik munkatársaink. Esetenként fertőtlenítő takarítást, illetve rendkívüli homokcserét is végrehajtunk a közterületeken. Amennyiben bármilyen problémát észlelnek a tisztelt városlakók, a 80 414 414 ingyenesen hívható zöld számon bejelenthetik társaságunk számára.